Hallottál már ilyet, hogy ásó, kapa, nagy harang válasszon el benneteket egymástól? Nem. Szokták mondani az esküvőn, hogy ásó, kapa, nagy harang válasszon el benneteket egymástól. És szerinted ez mit jelenthet? Hát szerintem azt, hogy el kell választani őket. Hogyan? Hogy a kapa így elválassza őket. Mikor? Amikor biztos idegesek lesznek. Tehát, hogyha idegesek lesznek, akkor egy kapa kerül közéjük? És mi a helyzet az ásóval, meg a nagy haranggal? Szerintem azt, hogy az is elválasztja őket. Hogyan? Hogy így ásik egy lyukat. És a nagy harang? A harang szerintem azt csinálja, hogy idegesíti őket. Kik azok a szerencsés emberek? Ő, akit találnak 4 levelű lóherrát. Azok mind szerencsések? Igen, meg malacot, meg szerencsepénzet. Szerinted lusta vagy szorgalmas? Szorgalmas. Miért? Ügyes vagyok. Tényleg? Igen. És miből gondolod, hogy ügyes vagy? Anya mondja, hogy mindig ügyes vagyok. Szoktál neki segíteni? Igen. Mit szoktál neki segíteni? Régen volt hölcsönkben, és régen vigyáztunk a hölcsökökje. Tényleg? Igen, és játszottunk vele. Ebbe segítettél anyukádnak? Igen. Meg még, hogy csinálok magamnak kalmait. Tényleg? És azt hogyan kell csinálni? Nem tudom, de tudok csinálni, csak nem tudom, hogy kell. Mi szeretnél lenni, ha nagy leszel? Változó. Változó? Ez mit jelent? Mindenféle változhatok. Átváltozó szeretnél lenni? És hogyan szeretnél átváltozó lenni? Másik ruhát veszek fel. Az leszel, ha nagy leszel? Uh-huh. És mi lesz a foglalkozásod? Fodrász. Az tetszik? Mit csinálnak a fodrászok? Levágják a haját. Kinek? A férfiaknak. És a nőknek nem? Nem. Csak a férfiaknak vágják le? Uh-huh. És a nőknek miért nem? Mert nekik nem szabad. A lányoknak nem szabad levágni a hajukat? Nem. Miért nem? Mert akkor túl levágják. Túl le lesz vágva? Uh-huh. És akkor mi történik? Újra növeszhetik. És az rossz dolog? Uh-huh. Szeretsz futni? Igen. Hol szeretsz futni? Az óvodába. Igen? Igen. Mikor szoktál futkározni? Ha már alszunk. Akkor szoktál futni? Igen. Uh-huh. És akkor hova futsz, amikor alszotok? Kettőt, a lányok kettőt, a fiúk sokat. A lányok csak kettőt? Igen. És a fiúk meg sokat? Igen. De ti miért csak kettőt futtok? Mert nekünk nem annyira bírjuk a lábunkat, amennyi a fiúk. Ja, értem. A fiúk erősebbek? Igen. Tudod, kik azok a tájfutók? Azok már a kalózok. Tényleg? Igen. Akik térképpel futnak? Igen. Mert akarnak másra venni a kincset és a kulcsot. Tehát, ha látok egy térképpel futó embert, akkor ő kalóz? Igen.